Ebben a videóban két nagyon fontos információt szeretnék megosztani a kedves igazságkereső és igazságszerető embertársaimmal. Az első és legfontosabb információ, alapinformáció az, hogy az ember örömre született, az ember örömre teremtetett. És ezt a dolgot kár tagadni, nem csupán hiába valóság tagadni, hanem öngyilkosság ezt tagadni. Az ember, aki meg akarja fosztani magát az örömöktől, teljesen biztos, hogy becsapja magát, és óriási fájdalmakkal kell később szembenézzen. Tehát az ember az örömre lett teremtve. Ez olyan, hogy picit ez a kérdés, mint amikor Mici Mackó azon kezd filozófálni, hogy már pedig nincsen neki szüksége a gyomrára, és ki akarja venni a saját gyomrát, esetleg a saját szívét. Nyilván nem veheti ki, mert ő arra úgy volt teremtve, úgy volt elképzelve, hogy az ő szíve, az ő gyomra a szerves részét képezi az ő testi felépítésének. Drága barátaim, az öröm szerves részét képezi a mi életünknek, a mi lelkünknek. Tehát nincs ember, nem létezhet ember öröm nélkül, az öröm táplálja az embert. Ez a legeslegfontosabb információ. Ezt azért tartottam fontosnak úgymond így kihangsúlyozni, kiemelni bevezetőképp, mert vannak olyan spirituális irányzatok, vallások, mozgalmak, amelyek tagadják az örömöt, próbálják az örömöt eldobni maguktól, elvetni maguktól, önbántalmazásba, mazokizmusba kezdenek, különböző meditációkat alkalmaznak, különböző gyakorlatokat alkalmaznak arra, hogy az örömigényüket elfojtsák. Drága barátaim, ez őrültség. Ez amint mondom, amikor az állat vagy az ember ki akarja szedni az ő saját szívét, az ő gyomrát, mert úgy dönt, hogy neki arra nincsen szüksége. A következő nagyon fontos információ az, hogy két fajta öröm van, két típusú öröm van. Az első típusát az örömnek mindenki ismeri, a testi örömök, a földi örömök. Drága barátaim, ezt már mindenki megismerte, a gyermek már úgymond nagyon korán elkezdi megismerni a testi örömököt. Akkor, amikor étkezik, amikor táplálkozik, amikor valami finomat kap, akkor megismerkedik a testi örömökkel, a földi örömökkel. A másik öröm, amit kevesebben ismernek, és amit nagyon sokan összetévesztenek a testi örömökkel, nagyon sok ember azt gondolja, hogy neki lelki örömökben van része, miközben testi örömököt halmoz. A másik öröm a lelki öröm. Van a testi öröm és a lelki öröm. Mi a különbség a kettő között? A testi öröm ugyanúgy, mint a test, elmúlik. A testi öröm mulandó és véges, ideiglenes, ideig, óráig való. Pontosan olyan, mint ugye az önkielégítés, a szex. Ideig, óráig tud örömöt okozni számunkra. A testi öröm mulandó, úgymond a halálba megy, mivel hogy testi, a testtel együtt megy bele a mulandóságba, az enyhézetbe, a halálba. A lelki öröm ezzel szemben, mivel a lélek örökké való, ekképp a lelki öröm maga is örökké való. Tehát aki a lelki örömöket megismeri, annak örökké való az öröme. Tehát úgy gondolom, hogy a két megközelítés nagyon is magáért beszéltett, eléggé kifejezi testi öröm, lelki öröm, mulandó öröm, örökké való öröm, testben lévő öröm, tehát gyengülő, elmúló, rothadó öröm, vagy pedig lélekben lévő öröm, ami ugye örökké való és nem múlik el sosem. Minél több van a lelki örömből az embernek, annál kevesebb igénye van a testi örömökre. Ez maga a megváltás. Amikor az ember megismeri az igazságot, az azt jelenti, hogy ő úgymond idézőjelben rácsatlakozik az Úristenre. Az Úristen örökkévaló forrására, élővizek forrása, az ő igazságára. Ekképp megtelik ő lelki örömökkel. És a megváltás folyamata úgy zajlik, úgy történik, hogy az ember táplálkozik a lelki örömökkel, és egyre kevesebb igénye van ekképp a testi örömökre, a mulandó örömökre. Pál nagyon szépen megfogalmazza, azt mondja, hogy Isten országa, ugye a lélek országa, a lélek birodalma nem evés, nem ivás, avagy nem testi öröm, ottan már nincsen test, nincsen fizikai test, csak megdicsült test van, lelki test van, ha úgy tetszik. Azt mondja Pál, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, nem testi öröm, hanem igazság. Megismerted már az igazságot? Békesség. Kaptál már békességet?
és Szentlélek által való öröm. Kaptál már szent lelket? Ez itt a kérdés. Ez alapján az ember eldöntheti, hogy az ő élete, az ő öröme hiába való, mulandó, a halál felé tartó, vagy pedig örökké való, tehát örök élete van. A testi örömök az embert a halálba vizik, az ember a lelket is megsorvasztják el, rohasztják gyakorlatilag. A lelki örömök az embert, egész pontosan az embernek a lényegét, a lelket az örökké valóságra hívják. Az örökké valóság, az örök életre szólítják gyakorlatilag. Azt hiszem, hogy ennél egyszerűbben ezt nem lehet elmondani. Mindenki gondolkodjon azon, hogy neki eddig úgymond csak testi örömei voltak, milyen örömei vannak, a napi 24 órában milyen örömökkel táplálkozik. Az örömöt nem lehet kiküszöbölni. Hasfelmetsző Jacknek is örömei voltak, neki testi örömei voltak, ugyanis ő örömét lehet abban, hogy a prostituáltakat legyilkolta. Hitler, amikor beszélt és amikor cselekedte azt, amit cselekedett, embereket gyilkolt, akkor neki orgazmusa volt állítólag. Nem voltam ott, nem tudom. De azt mondják róla, hogy orgazmusa volt akkor, amikor ő cselekedte a gonoszt. Neki is örömben volt része. Testi örömben volt része. Ez a testi öröm vitte őt a kárhozat irányába. Mert a teste ugye az megromlott, megöregedett, meghalt és elrothadt. Ekképp az ő örömei is eltűntek. És az öröm nélküli élet maga a pokol, drága barátaim, az öröm nélküli élet maga a pokol. Itt a Földön mindenkinek van öröme, vagy testi, vagy lelki, vagy mind a kettő. Minél több lelki öröme van valakinek, annál közelebb van Isten országához, a lélek birodalmához. Minél több a testi öröme az embernek, annál közelebb van gyakorlatilag a kárhozathoz, mert bármelyik percen, hogyha meghal, a test, ugye az örömszerzés eszköze, ő öröm nélkül marad, és ez maga az örök kín, az örök tűz, a tűz, ugye örök szenvedés, hogy az ember teljesen elszakítatik az öröm forrásától. Tehát nincs neki öröme. Viszont aki az örömeit úgymond lecserélte az új örömökre, a lelki örömökre, egy szépen lépésről lépésre, megismerve az igazságot, mert azt mondja Pál, hogy a Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. A Szentlélek által való öröm úgy jön be az életünkbe, hogy megismerjük az igazságot. Igazság nélkül nincs Szentlélek által való öröm. Az igazság megismerésében, avagy Istennek a megismerésében és Istennek a cselekvésében van a lelki öröm, amelyet senki nem vehet el tőlünk, és amely örökre úgymond megtart bennünket, megtartja a mi örömünket, és elvezet ugye az örök életre, az örök dicsőségre. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!